csatornámon. A mai videó egy unboxing haul videó lesz. Rendeltem egy pár tisztítószert, meg háztartási dolgokat, meg Eriknek egy pár dolgot a lorcsop.hu-ról. Eddig csak pelenkát rendeltem tőlük, nem vásároltam ilyen öblítő, hasonló formák, hasonló dolgokat, amik üvegesek és folyékonyak, mert féltem, hogy ki ne folyjon, de most tettem egy próbát. A csomag az így néz ki. Nagyon nehéz. És 12.725 forint volt az ára. Nagyon jó náluk, nagyon szeretem őket. Kicsit félrépülök így, hogy minden jó legyen majd, és jó lehessen látni. Elég hozok egy picit titeket. Remélem, hogy jól hallottok, és jól látok, mert elég borúsként az idő, úgyhogy lehet, hogy a fény nem lesz valami jó, mert beborul, utána meg kisüt a nap, és akkor lehet, hogy emiatt nem lesz a... Bocsánat. Nagyon jók a fények. Szuper, mert van árlistám is, van számlám, úgyhogy meg fogom tudni mondani, hogy mi mennyibe került. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Nagyon jó a szolgolás, ez belátom. Na hát akkor csapjunk bele. Akkor a legelső termék, az egy borotva készülék, amelyikhez tartozik 5 darab penge, és ez a hagyományos borotva, aminek le kell csavarni a végét, rá kell tenni a pengét, vissza a vágót, védőt, valami ilyesmi. És úgy volt, hogy 2 darab volt benne, megmutatok egyet először. Így néz ki, maga a borotva, és hozzá van 5 darab penge, és 2 volt egyszerben, és a 2 darab borotva, és ugye az 5-öt, azaz 10 darab penge volt 700 forint. A lorcsopnak a jele rajta. Még nem használtunk ilyet, elég férjem elektromos borotvagéppel borotválkozott, de most hagyott magának a körszakát, úgyhogy emiatt. Van még itt egy darab Hero septapasz gyerekiknek való, 20 darabot tartalmaz, ilyen kis aranyos kis dolgokkal rajta. Ilyen gyerekiknek való kis hősös, katonás, minden, és ő volt 255 forint, és 20 darab van benne. Akkor van 3 darab Slippy törlőkendő. És úgy van, hogy 50 darab van egy csomagban, fedeles, olajos és pamutos. Ő így néz neki. És megmutatom maga a törlőkendőt is. Törlőkendőnek így néz neki. Nagyon jó a kis zárása. Én már vásároltam tőlük törlőkendőt és pelenkát is. Azok nagyon jó minőségűek voltak. Nagyon jó árban kaphatóak. Ez a 3 darab volt 890 forint. 3 csomagszor 50 darab. És most nem mondanám meg, hogy van valamilyen parabénmentes, az alkohol és parabénmentes 50 darab, oliva és pamut 3 darab 840 forintért. Sleepy Natural Bugyi Pelenka Eco Junior 5-ös méret. Ő lenne 11-28 kiló. 11-28 kiló 5-ös méret.
és 24 darab van benne, parabénmentes, parfümmentes, többit nem, megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mit jelent, mert szerintem oroszul, lengyelül, valami ilyesmi, úgyhogy nem értem. Így nézne ki a pellus. 5-ös méret bugyi pellus, és a bugyi pelenka volt 2200 forint. Igen, 2200 forint a 24 darab. Utána van Ajax általános tisztítószer. Azok, a tisztítószerek azok már így vannak becsomagolva. Egy zsákba. És akkor van ilyen. Ajax általános tisztítószer 1 liter citrus fresh illatban. Ő lenne. Őneki az ára 538 forint. De jó illata van. Nagyon jó citromos, nagyon kellemes. És a csomagolása 100% újra hasznosított üvegekből készült. Úgyhogy ez lenne 1 liter Ajax. Padló és csempére is való multifunkcionális, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, majd is tenni fogja a dolgát, azért is vettem csak egyet mindenből, hogy kipróbáljam, és ha beválik, akkor még fogok rendelni. Amalfi antibakteriális folyékony szappan. Ugye? Igen. Ő így néz ki. Nem tudom, hogy jól látjátok-e. 300 ml, ő is egy lime-os illat. Jó, nagyon jó illata van neki is. Vagyis ennek a terméknek is jó illata van. És akkor ő neki az ára folyékony szappan 449 forint. Ez minden már bruttóát fogok nektek mondani. Antibakteriális, úgyhogy gondoltam, hogy megtisztító, nedves, kézben nyomjó szappanból oszlassa szét a felületen, majd bővízzel öblítse le. Gondolom, hogy veszek egy-két ilyen kis antibakteriális dolgot még itthonra, ha bekövetkezik a nagy várva várt második hullám, ne kapkodják el előlünk. Camel női tusfürdő. Elszaladt. Remélem, hogy jól hallottok, mert a telefonom itt van fent a vasalódeszkán, rajta a állványunk. Azt mondja, hogy Camel női tusfürdő 250 ml kamilla és 199 forint. Így néz ki. Csomagolása nagyon tetszik, nagyon aranyos. Ilyen a termék. De nem tudom, hogy miért vettem kamillásot. Na, én nem szeretem a kamilla illatot. De ez volt meg azt hiszem egy rózsás, aloe verás. Azt mondom, hogy inkább a kamillásat, mert nyugtató, meg minden. De úgy vagyok vele, ha... Bocsánat. Úgy vagyok vele, ha nem, akkor meg ilyen kézi szappanok azért a 200 forintért simán megéri. Ő lenne a tusi. A tusfürdő után van egy Dero Platinum mosogató tabletta. Ők lennének. Ami nagyon meglepő volt, én most nem tudom, hogy Magyarországon lehet-e Dero mosóport, mosókapszulát kapni, de Romániában odaállt igen. És Romániában a Dero olyasmi, mint itt a Surf,
dózia, amíg árban nagyon jó, de tesz is a dolgát azért a pénzért, szóval árarány értékben nagyon jó, szerintem kicsit fordítanom kéne. Így, nem? Tehát nem tudom, lehet, hogy rosszabb lett így, na mindegy. És nagyon meglepődtem, mikor megláttam ezt a Téro mosogató kapszulát, mert tudtam, hogy maga a Téro termékek nagyon jók, de ami a legnagyobb furcsaság volt az én számomra, az, hogy 15 darab mosogatógép kapszula 450 forintba került. Ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ár. Viszonylag nagyon olcsó, és kíváncsi leszek, hogy milyen. Mert legutoljára vettem jár gél kapszulákat 1500 forintért 15 darabot. Ők nem gél kapszulák, de akkor is 450 forint 15 kapszulája szerintem mennyei. Ha meg gyors megnézem, Téro Platinum mosogató tablet a 15 darab 449,96 forint. Utána van Floren öblítő. Van egy Floren öblítő koncentrátum 1 liter dzsungel illattal. Gyerekek! Ennek nagyon jó illata van, esküszöm, nem gondoltam, azt mondja, hogy ilyen olcsó kagyi illata lesz. És ő neki az ára volt 340 forint, így néz ki. Nagyon, tényleg ez nagyon jó illattal van. Nagyon jó illata van. Intenzív illatú textilöblítő koncentrátum, amely mosott ruhákat puhává, láttapintásúvá varázsolja és hosszantartó illatot biztosít. Ő lesz a következő, ami be fog menni a fürdőbe, és a mosókonyhába. És ki fogom próbálni. Úgyhogy lehet, hogy a hónap végén ő már benne lesz az M10 videóban, a elha fogytaknál, mert ami most len van a mosókonyhában, még egy kevéske van benne, úgyhogy azt szerintem a napokban is fogy. Úgyhogy őt biztos a hónap végén a elfogytak videóban látni fogjátok, és be fogok róla számolni, de ismétlem, az illata nagyon jó. Floren öblítő, utána van egy alufólia 20 méter, 3... Várjatok, meg kicsit bele. 340 forint, 20 méter, sima alufólia. Mazzini, nem tudom, szerintem az a márkája. Omo mosópor 5,6 kg fehér ruhákra. Én ezt megmondom őszintén, azt nem szoktam nézni, hogy fehér ruhák, színes ruhák, ugyanúgy teszi a dolgát mindkettőn szerintem. És volt 2400 forint. Ez szerintem megint egy bomba jó ár volt. Egy ilyen nagy doboz. Van a kis. Muszáj valahogy elvegyem, mert nem bírom tartani. Van így a mosópor, amíg 70 mosáshoz elég. 5,60 kg deka, fülecskés. Most nem tudok, de le tudok venni. Így néz ki Omo mosópor. Még sosem próbáltam az Omo-t, de ezért az árért azt mondtam, hogy muszáj kipróbáljam. Tegyek egy próbát, és ha beválik, akkor még újra fogom vásárolni. És még kettő darab termékünk van. Van egy 125 g-os szudokrem, 2250 gram, vagyis 2250 forint, 125 gram, sima szudokrem. Szerintem nem kell elmondjam róla a véleményemet, mert tudjátok. És a legutolsó termék, ő az egy szilán öblítő, 925 ml, reggeli napsütés,
és 980 forint. 37 mosásra lenne elegendő állítólag. Én ezt sima szenzitívet vettem. Mint hogyha ananászos illatot éreznék, kellemes illata van, de őszinte legyek, nincsen jó illata, mint ennek a Floren öblítőnek. És szenzitívet vásároltam, de nem volt már a raktáron, úgyhogy felhívott a tegnap a kis hölgy, és megkérdezte, hogy szeretnék-e másfajta öblítőt helyette, vagy vegyék ki a csomagból, és mondta neki, hogy tegyenek akkor másik illatot, és mondta, hogy van levendulás, ez a reggeli napsütéses, citromos, meg nem tudom még milyen, úgyhogy mondtam, hogy legyen ez, mert szerintem a Szilánnál a levendula túl erőteljes benne, úgyhogy azt nem szeretem, és akkor azt mondtam, hogy legyen ez, kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy milyen lesz. Úgyhogy reggeli napsütés. Hát most nálam egy kicsit itten kupi van, és akkor megmutatom a számlát is. Nem tudom akar fókuszálni, 12.724 forint, mert ebben benne van egy 799-es házhoztállítás és egy 200 forintos utánvétel. De ha előre fizetett kártyával, akkor ugye az persze még olcsóbb, de ha utánvételt kérsz, akkor 200 forint lesz az utánvétel. És így összesen volt 12.724 forint. De szerintem ez sem drága ahhoz képest, hogy mosópor, öblítő, pellenka, popsi, törlő, minden van benne, úgyhogy szerintem ez egy jó ár. Most lehet, hogy csak én látom jónak, és ti nem, de szerintem ez egy tök jó ár. Remélem, hogy tetszett a videó, ennyi lenne. Nem szeretném nagyon sokáig húzni a szót, mert már 18 perc elmúlt. Úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok, ha szeretnétek még hasonló videókat, azt írjátok meg a komment részlegben, és esetleg, ha ti is vásároltok ilyen oldalakról, ahol nagyon jó árban tudtok bevásárolni bizonyos termékeket, azt is írjátok meg lent, mert szívesen vásárolnék még máskor is, és akkor tudnék még próbálkozni más cégekkel is, és esetleg azokkal is tudnám készíteni nektek egy videót. Bármilyen videó ötletetek van, azt várom a leírásban, komment részlegben. Ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek be, és ne felejtsétek el benyomni a csengőgombot, hogy kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok, puszi! Sziasztok!